kívánta lehetőséggel. Az iskolai tanítás már véget ért, de a tanulók szeptembertől újabb 15 asztali számítógépen bővíthetik informatikai ismereteiket az Andrássy György gimnáziumban. Az Eges sikeréért egyesület jóvoltából bővült az intézmény gépparkja, hiszen az egyesület célja többek között az is, hogy támogassa a helyi oktatási intézményeket. A Erste Bank elnök vezérigazgatója Radován Jelasics nemrég Egerben járt, felajánlotta nekem azt a lehetőséget, hogy az általuk már nem használt asztali számítógépeket, amennyiben Egerben valamelyik középiskola intézmény fogadni tudna, akkor nagyon szívesen rendelkezésünkre bocsátják. Az intézményben az informatikai tanórákon kívül szakmai órákon is használják majd az ott tanuló diákok a számítógépeket. Az iskolánkban a gimnáziumi képzés mellett, az általános gimnáziumi képzés mellett szakmai képzés is folyik, mégpedig logisztikai ügyintéző, pénzügyi számviteli ügyintéző és turisztikai szervező értékesítő ágazatokon, illetve szakképesítéseken belül. Mindhárom szakképzésben elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra, ami az informatikát jelenti. Az Eger sikeréért egyesület közreműködésével közel 1 millió forint értékű eszköztámogatást kapott így az intézmény. Várhatóan a jövőben is lesz a tervek szerint hasonló géppark fejlesztésű lehetőség a helyi oktatási intézmények számára.